Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Országos Széchenyi Könyvtár 27. csevejét rögzítjük. Solymosi Ákos segíti a munkánkat, és egy különleges beszélgetésre kerül sor, hiszen Hangodi Ágnes, a Könyvtár Intézet képzésekért felelős igazgatóhelyettesével fogunk beszélgetni. Apropóját pedig az adja, hogy a augusztus 20-ai nemzeti ünnepen Magyar Arany Érdemkereszt polgári kitüntetésben részesült. Meglehetősen klassz életpálya áll Ágnes mögött, és volt egy olyan időszaka, hogy szokott a beszélgetések elején egy olyan lenni, hogy kicsit így bevágnak a csevelyekbe, a podcastekbe, hogy kicsit maradjanak még tovább a hallgatók, és most, hogy élőben próbálnánk ezt eljátszani, elbeszélni. 16-17-ben a Könyvtári Intézetet, magát a könyvtári szakmának a csúcsszervét vezetted egy nyugdíjazás következtében, és ott az anyagban arról írsz, hogy amikor csináltál egy ilyen összegzést, hogy mégis egy középvezető pozíció, ami előtte volt, az sokkal komfortosabb neked. Ez nekem nagyon szimpatikus volt. Mi áll ennek a hátterébe? Valóban egy előző igazgatói ciklusnak a megrövidített változata után kerültem én sorra, hogy egészen pontosan fogalmazhassunk, megbízott igazgató voltam ebben az időszakban. Hát ez sok egy ilyen titulus. Igen, de hogy pályázat nélkül, és ugye akkor Tüske László volt a főigazgató a Széchenyi Könyvtárban, és abban maradtunk, hogy egy hónapra vállalom el ezt a feladatot, tényleg csak arra az időszakra, amíg lemegy a hivatalos pályázati folyamat, és a minisztérium beleegyezésével kinevezésre kerül a könyvtárintézet igazgatója. Ebből az egy hónapból először 3 lett, aztán a végén 9 lett igazándiból. És én tényleg nagyon-nagyon komolyan és nagyon erőteljesen az átmeneti időszakot vállaltam el. Nincs az elképzeléseim között, soha nem is volt ilyen első számú vezetői pozíciónak a betöltése. Ahogy az általad említett könyvtári figyelős rövid kis összefoglalóban is írtam, én második ember szeretek lenni. Különösen akkor, hogyha az első ember olyan, akivel tudok együtt dolgozni. A Könyvtári Intézet 20 éves történetében, ugye amikor én ide kerültem, akkor alakult át a Könyvtártudományi és Módszertani Központ, így van, 2000 szeptemberében, és tulajdonképpen a régi szervezetet egy kicsit átalakítva mégis valamennyire új szervezet alakult, és nem tudom, hogy dicsősége, vagy ezt szégyelni kell, de én minden osztályát kipróbáltam akkor a Könyvtári Intézetnek. Talán új könyveket nem írtam le, de az összes többivel elindultam, és tulajdonképpen ez a szakasz vezetett el odáig, hogy tényleg csak helyettesítésként, de vállaltam ezt a megbízott igazgatói posztot. Nem éreztem magam jól benne. Nem tudom, hogy alkalmas vagyok-e ilyen döntések meghozatalára. Tehát én szeretem a döntést teljesíteni, szeretek valaki mellett dolgozni, és ilyen volt Dippold Péter, ilyen volt Bartos Éva, ilyen volt Fejér Miklós, és ilyen volt Bánkeszik Ati is, ők voltak ugye az igazgatóim ebben az időszakban. Kezdetekkor egyszerű beosztottként, a későbbiekben pedig ilyen második emberként, tehát osztályvezetőként csináltam végig ezt az időszakot. Visszatérünk majd később, ha még lesznek, akkor még hallgatóink. Kezdjük akkor, 70-80-as évek körül járunk valamikor, amikor Balassagyarmat a helyszínünk. Mi történt az iskolában? Mi, ami érdekelte az akkori Ágnest? Hogyan találkozott könyvekkel? A gimnáziumi éveimet én a Balassi Bálint gimnáziumban végeztem Balassagyarmaton, a szülővárosomban. És az érdeklődés már ott meglódult akkor, amikor lehetőség volt nyelvszakos osztályba jelentkezni. Két választási lehetőség volt, francia vagy orosz, de miután én már az általános iskolából is az orosz nyelv iránti érdeklődést hoztam magammal, én az oroszt választottam, az orosz mellett döntöttem. Nagyon komoly felvételit írattak velünk már akkor, pedig még nem volt felvételi rendszer a gimnáziumokban. Ez azt jelentette, hogy mi 2 éven keresztül heti 7, másik 2 éven keresztül pedig heti 8 órában tanultuk az oroszt. Tehát mindenképpen volt egy erős indítatás. Emellett volt egy picike kis iskolai könyvtár a gimnáziumnak, de bevallom őszintén, hogy az én érdeklődésem az orosz mellett
működött igazándiból. Mi történt? Akkor kellett egy könyv valamihez, és akkor... Igen, de nem az csak... iskolai könyvtárban kerestük elsősorban. Az egy kicsit olyan elhanyagoltnak, meg porosabbnak tűnt. Egy nagyon kedves idős bácsi vezette, egyébként ő is orosz szakos oktató volt, vagy tanárunk volt, mert minket nem tanított. Inkább akkor a városi könyvtár, hogyha valamire szükségünk volt. És akkor már megfogalmazod benned, ugye mondtad, hogy nem volt annyira felszerelt, hogy hogyan lehetne akár ezt a könyvtárat is. Érdekes mondom. Még egyszer mondom, engem az orosz vitt tovább, és akkor, amikor ugye harmadév vége felé, negyedév elején gondolkodni kellett azon, hogy hogyan tovább, akkor én abban voltam biztos, hogy az orosz szeretném, és hogy tanítani szeretnék. És az orosz mellé kellett választani egy másik szakot, ugye abban az időszakban, amikor én végeztem, akkor még kétszakosként lehetett jelentkezni a felsőoktatásban. És akkor keresgéltem, nem éreztem elég erősnek a magyart se, a történelmet se. Matekból egészen jó voltam, de a matekkal meg az volt a baj, nem volt az oroszhoz párosítása. Ugye, miután páros szakra lehetett jelentkezni, az is befolyásolt, hogy melyik felsőoktatási intézményben van egyáltalán az orosz mellé párosítás, és én így találtam rá a könyvtárszakra. Elég keményen fel kellett készülni ott is a felvételire, amíg az orosz szakos felvételit azt nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen meg tudtam oldani. Emlékszem, hogy az írásbelén egy fél óra után felálltam, és morogtak rám azok, akiket ugye a padból emiatt szintén föl kellett állítani. Az a része az működőképes volt. Nagyon meglepett, hogy az orosz felvételén magyarul beszélgettünk annak a Renináról és hasonlókról, tehát ott oroszul nem is nagyon kellett megszólalni. A könyvtár szakon viszont kemény és nagyon erős felvételi volt, előre megadott szakirodalomból, biztos sokak számára ismerős Kéki Béla könyve, Tevan Andor a könyvévezredes útja és hasonlókból, és bizony Hess Andrást kérdezték tőlem keményen. Hát annyit tudtam nyilván róla mondani, amit az akkori szakirodalom ismert, most már tudom, hogy azért éppen az itteni OSZK-s kutatások mennyi minden új eredményt is felmutattak már ezzel kapcsolatban, de meglepő volt az, hogy ez az erősebb. És akkor az egyetemi éveim alatt tulajdonképpen... Az ugye ELTE, az egyetemi volt? ELTE, igen. Tehát máshol nem volt. De még egy helyen volt, Szombathelyen, de azt elég nehezen tudtam elképzelni, hogy én Balassagyarmatról, ne Budapestre, hanem Szombathelyre. De azért Balassagyarmat és Budapest az is egy ilyen elég nagy lépték. 80 kilométer, nem olyan vészes. Nem úgy, hogy az ja, hogy vidékről a fővárosba? Igen, és én elég erősen honvágyas típus vagyok, úgyhogy ez nem volt könnyű leküzdeni. Kollégiumban? Nem is kollégiumba kerültem végül is, hanem albérletekkel csináltam végig ezt az 5 évet, rokonoknál kezdtem, és akkor utána másik 2 helyszín, majd végül kikerültem Dunakeszire albérletbe, ahol jelenleg is lakom, tehát nekem ez az utam Balassagyarmat, ahol még az édesanyám és a húgomék élnek, Dunakeszi, és hát Budapest a munkahely szempontjából, illetve minden más olyan település, város, ahová meg a könyvtárosságon viszel az utóbbi 20 évben. Gondolom, hogy az orosz nyelv az továbbra is viszonylag egyszerű volt, így egyszerűen szólva. Igen, de, és a könyvtárszak az azt adta, mert ennek idején kínált, hogy abban volt változás? Az orosz szak, az tömeges szak volt, tehát nagyon sokan voltunk, nagyon sok csoport volt, ott igazándiból nem alakultak ki közvetlenebb barátságok, kapcsolatok. A könyvtárszak viszont kicsi volt és kedves, és nagyon-nagyon jó tanáraink voltak. Dán Róbert, Fülöp Géza, Szelle Béla, Babicki Béla, Szabó Sándor, Bobokné Belányi Beáta, akik közül aztán, amikor én befejeztem az egyetemet, akkor többen a kollégáim már is váltak, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt. Tehát az oroszt csináltam, a könyvtárszakot meg élveztem igazándiból nagyon sok ismerettel. Azzal a kicsi hátránnyal, és úgy látom, hogy ez a most is jellemző az informatikus könyvtáros szakra, hogy nagyon erősen elméleti. Hogy az ember mondjuk egy leltárkönyvvel akkor találkozott, amikor harmadévesen először szakmai gyakorlatra mentünk, hova máshol mentem volna, mint a Balassagyarmati Városi Könyvtárba, a Madách Imre Városi Könyvtárba. Tehát, hogy a gyakorlatot ott ismertem meg igazándiból. Nagyon komoly és nagyon jó feladatokat bíztak ránk, mert egy kolléganőmmel voltam együtt. Például létezik a Városi Könyvtárnak és a helyismereti gyűjteménynek egy nagyon fontos évente megjelenő híradója tulajdonképpen,
aminek a repertóriumát kellett elkészítenünk. Tehát ott is úgy éreztem, hogy ott kapom a jó feladatokat, uh-huh, ott kapom uh-huh. a kihívásokat, miközben az orosz szakot csak csináltam végig. Uh-huh. Egy nagy eredmény persze hozott az orosz szak, ugye akkor még kötelező volt részképzésre menni az első év második uh-huh. fél évében, és tulajdonképpen mindaz, amit én aztán a szakdolgozatomban, a kis doktoriban, meg a PhD dolgozatomban rögzíteni tudtam, annak itt van az eleje, itt van a kezdete. Tehát azt szerettem volna, hogyha a két szakot valahogy össze tudom kapcsolni, legyen egy orosz téma, de legyen uh-huh. annak a könyves, könyvtári vonatkozása. És ez volt Péter Czárnak a könyvei és könyvtárai, ugye a doktoriban már könyvtárakról is volt szó, elején csak a Oroszország könyvtárairól is, elején még csak a könyvekről. Ilyenkor egy felkészülés hogyan zajlott annak idején? Volt lehetőség akár Leningrádba vagy Szentpétervárra is elutazni, megtekinteni a dolgokat, milyen lehetőség volt egy akkori egyetemistának? Igen, az első részképzés alatt mi egyetemre jártunk, de minden egyetemi oktatónk azt mondta, hogy inkább a várost, inkább ismerjük meg mindezt a kultúrát, akkor még ugye Leningrádként emlegették. És utána nekem 5. éves időszakban volt lehetőségem még egyszer visszamenni, akkor már pályázat útján, és akkor meg kimondottan ezzel a témával foglalkoztam. Ugye első Péter könyvgyűjteményét, ami még egyáltalán megmaradt belőle, azt az akadémiai könyvtár őrzi, ami kvázi az egyik nemzeti könyvtára Oroszországnak. Maga első Péter alapította. Nekem volt lehetőségem azt a néhány szekrényt megnézni, amiben ezeket a kiadványokat őrzik, amik valamilyen formán első Péterhez tartoztak. Nem túlságosan nagy ez az állomány, 601 néhány kötetről van szó, kevés kézirattal, de nagyon jelentős igazándiból. És ott kezdtem el a szakirodalmat is összegyűjteni, és aztán, amikor hazajöttem, ugye az 5. évnek a második fél éve, az igazándiból szakmai gyakorlatról szól, tanításról szól, és a szakdolgozat elkészítéséről. Tehát akkor már az összegyűjtött irodalom alapján. Itt már Dunakeszinél vagyunk, ugye? Itt már Dunakeszin vagyunk. És ott történt a hospitálás, meg ilyesmi? Nem, tanítani szintén még gyarmaton is próbálkoztam, és aztán itt Budapesten kerültem egy gimnáziumba. De ez néhány órát jelentett igazándiból. Főleg az orosz itt is természetesen. Akkor viszonyokban ez egyszerű volt így elintézni egy ilyen helyet kiválasztani? Ezt szervezte az egyetem, tehát ez nekünk igazándiból nem kellett semmi plusz beletennünk. Nem volt nagy döntési lehetősége a diáknak? Nem, igazándiból nem. De mondjuk az 5-ösbe kerültem, tehát hogy azért az jelentett valamit. Ott nagyon sok segítséget kaptam az akkori orosz tanároktól, de akkor én már tudtam, hogy valószínűleg nem a tanítás lesz az én utam. Uh-huh. Viszont az orosz tanszéken az utolsó másfél évben, tehát az egyetemi éveim utolsó másfél éveiben elvállaltam a könyvtárnak a rendezését. Uh-huh. Ami egy klasszikus feladat volt, tehát egy tanszéken szerte szétszórt könyvkupacból csinálni egy valamilyen szempontú könyvtárat. Igen. Könyvtárat. A legnagyobb élményt az jelentette, hogy katalógus cédulákat gépeltem, cirill betűs írógépen. Aztán. Például. Úgyhogy magát a katalógus cédulát, és akkor még a könyvtár ellátónak volt egy saját kis boltja, tehát azt is beszerezni, megvásárolni, leltárkönyv, stb. És jöttek a cédulagyártásnak a hosszú-hosszú napjai. Érdekes, hogy a orosz nyelvű, ugye a könyvtárszak így össze lett így hozva a kettő, és mégis a könyvtár felé így elindult az egész folyamat. Ilyenkor, amikor egyetemre jár az ember, 5. éven, 4. éven már úgy látja, hogy milyen lehetőségei lesznek. ELTE egyszer csak szólt, hogy nagyon jó hallgatónk vagy, és akkor légy szíves, maradj itt a tanszéken, és folytasd a munkát, hogyan zajlott ez? Ez így történt. Nekem volt egy elfogadott pályázatom az Érdi Vörös Marti Mihály Gimnáziumba orosz tanítani és könyvtárat vezetni. Amikor is az utolsó hónapok valamelyikében Fülöp tanár úr és Szabó tanár úr megkérdezték, hogy nem lenne kedvem a tanszéken maradni, akkor éppen az akadémiai könyvtárba lépett, tehát az akkori tanszéki könyvtáros, a tanszéki könyvtárosi feladatokat elvállalnám el. Akkor még a piarista közben volt a bölcsészkar, a 4. emeleten volt a könyvtár tanszék,
és nem kellett sokat gondolkodnom azon, hogy vállalom-e ezt a dolgot, vagy sem. Igen. Miközben én azt gondolom, hogy a mai napig vidéki vagyok, tehát ebből a szempontból jó a Dunakeszi, hogy kimehetek innen ebből a zsúfolt és szerencsétlen közlekedéssel sújtott Budapestről, meg hogy hazamehetek Balassagyarmatra, de azért a munka nagyon szorosan ide köt, ez kétségtelen. És akkor egy a tanszéken tanítás része is volt azért, tehát attól nem szabadult egy el. Évig voltam tanszéki könyvtáros, és utána jött a következő kihívás, hogy egyetemi tanársegédként lenne kedvem beszállni a képzésbe, oktatásba, és én akkor erre is igent mondtam nagyon hamar. Volt ismereted egyáltalán, hogy hogyan zajlik egy ilyen képzés, vagy azt is külön tanulni kellett? Az egyetemen voltak ilyen óráink, mondjuk módszertan, de ami nekem igazándiból segített, az, hogy az alatt, az 5 év alatt, amíg oda jártam a tanszékre, addig én láttam, és végignéztem, és megtapasztalhattam azt, hogy a tanáraim ezt hogy csinálják. És Fülöp tanár úrtól és Szabó tanár úrtól nagyon-nagyon komoly felkészítést kaptam erre. Nagyon tudatosan először csak szemináriumokat tartottam, és csak egy későbbi szakaszban kerültem át az előadások tartásának a kategóriájában. Mikor fogalmazott benned, hogy ezt az első Péter ügyet tovább kell vinned, és akár van lehetőség doktorálni? A szakdolgozatom után akkoriban még az Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendszere úgy működött, hogy a szakdolgozat írásának az évében még benyújtható tudományos diákköri dolgozatként is. Akkor én kiválasztottam egy részét a szakdolgozatomnak, az már kimondottan az első Péter féle gyűjteményről szól. És aranyérmet is kaptál. És prosciencia aranyérmet kaptam, így van, abban az évben. Tehát első helyzet voltam a könyvtártudományi szekcióban, és aztán jött ez az akadémiai aranyérem. És akkor a tanítás mellett ugye az egyetemen talán nem annyira erőteljesen, mint manapság a PhD felé való készülődés, de azért benne volt a levegőben az, hogy jó témákból lehet doktori disszertációt csinálni. Az ugye még a régi rendszer volt, tehát először kis doktori disszertáció, ez volt 93, és aztán azt még tovább erősítve, és akkor már a témákat egy kicsit abba az irányba ellökve, hogy vannak-e magyar kapcsolódások. Nagyon érdekelt, bár sajnos nem jutottam eredményre ezzel kapcsolatban, hogy van-e párhuzamosság a Rákóczi idején kiadott Mercurius Veridicus, Rádai Pál által szerkesztett Mercurius Veridicus, és a Nagy Péter által indított Védomosztyi között. Az idő az közel ugyanaz, Nagy Péternél ez az első hírlap 1703-as, nálunk ugye a Rádai fél az meg 1705-ös, és azt meg a magyar szakirodalomból tudjuk, hogy Rákóczi ösztönözte Rádai Pált arra, kicsit ilyen külügyminisztere is volt Rádainak, amellett, hogy a kancelláriáját vezette, hogy minél több helyre juttassa el a Mercuriusnak a számait. És én arra voltam kíváncsi, hogy vajon Péternél is volt-e. Sajnos nem találtam, bár két jegyzéke is fennmaradt első Péter könyvtárának, de talán a párhuzamosság azért létezhetett ugye ebben az időszakban egyébként is, de a hírlapoknak, a sajtónak. Még abban is lehet bízni. Tehát, hogy ezt a dolgot erősítettem aztán a PhD dolgozatban, illetve ami talán még egy komolyabb eredménye ennek a dolgozatnak, hogy Nagy Péter nagyon hasonlóan a nyugat-európai uralkodókhoz, a könyvtárosát, aki egyébként egy elzászi származású vasas volt, elküldte 1721-ben egy nagy európai körútra könyvet gyűjteni, könyvtárakat tapasztalni. Erről az útról született egy nagyon részletes beszámoló, aminek én elkészítettem a magyar fordítását. Ennyivel több a PhD dolgozat, mint amennyi az akkori rendszernek megfelelő kis doktori disszertáció volt. És súlyozásban hogy nézett ki ott a ELTE-n, hogy doktorival is kellett foglalkozni, a képzésekkel is kellett foglalkozni, magánéletről is beszélhetünk, tehát hogy mennyire sikerült megtalálni az összhangot így? Én azt gondolom, hogy belefért minden igazándiból. A tanítást azt nagyon szerettem, és ahogy haladtunk előre az időben, ugye én összesen 12 évet töltöttem az ELTE könyvtár tanszékén, 5 évig voltam, vagy 4 és fél évig tanársegéd, és 7 évig adjunktus. Az alatt az idő alatt nagyon komoly szervezői feladatokat kaptam.
ami tapasztalatot aztán itt az intézetben, ahogy ide kerültem, rögtön fel tudtam használni, tehát órarendszerkesztés, oktatókkal való egyeztetés, oktatók meghívása, ezek mind-mind a feladatkörömbe tartoztak. Emellett, miután azért az egyetemi oktatói élet egy kicsit szabadabb, mint a Széchenyi könyvtári 8 óra lenne, igazándiból minden belefért. Mi nem ugorjunk előre, mert az 2000-es éveknél vagyunk már, vagy leszünk majd a könyvtári intézetnél. Még a Kovács Máté alapítvány jött be előtte ebbe. Ugye ő egy könyvtár tudós volt, keresztül Dezsővel dolgozott, én csak Kossuthon végeztem Debrecenben, a könyvtár vezetője is volt. Hogyan kerültél be ebbe a Kovács Mátés történetbe? Az előbb említettem azt, hogy oktatók meghívása, órarendszervezés, akkor az akkori oktatási rendszerben a negyed és ötödéveseknek úgynevezett fakultatív tantárgyakat is el kellett végezniük, és ezek között a fakultatív tantárgyak között volt a Hungarika kutatás is Kovács Ilonával. És tulajdonképpen a tanszéken ismerkedtünk meg, és amikor Ilona és a családja úgy döntött, hogy létrehozza ezt az alapítványt, elsősorban a professzor úr, tehát Kovács Máté ugye tanszékvezető volt ezen a könyvtártudományi tanszéken 56 és 72 között, tehát hogy úgy döntött a család, hogy létrehozza ezt az alapítványt, akkor az eredeti elképzelés az volt, hogy az akkor még létező 5 vagy 6 könyvtártudományi tanszék vezetőjét hívják meg a működtető kuratóriumba, és hogy szükség van valakire, aki szervezi az egészet titkárként, így kerültem az alapítványhoz. Tehát látok a kompetenciát, hogy megvan, és akkor... Remélem, hogy igen. És akkor kiválasztottak. Ez a folyamat azóta is zajlik, hatalmas eredményei vannak. Ez mennyire szeretem munka, mennyire a többihez képest akár. Ez egy klasszikus önkéntes munka minden szempontból. Nyilván időre csak a munkaidő utáni, meg a hétvégi időszakokban jut. A honlapot is én csinálom, én kezelem, szeretem, nagyon szeretem, és nagyon fontos, hogy most már nagyon sok könyvtárszakos hallgatót és oktatót is segíteni tudtunk, hiszen az alapítvány elsődleges célja, amellett, hogy Kovács Máté emlékét ápolja, a könyvtárszakos hallgatók támogatása. Saját magunk által, tehát az alapítvány által kiírt pályázatokkal, illetve kapcsolódtunk az évfiatal könyvtárosa díjhoz, amit ugye az Egyesület és az X, a Könyvtáros Egyesület és az X alapítottak. Ehhez mi egy külön díjjal csatlakozunk. A két évenként megrendezendő, előbb emlegetett országos tudományos diákköri konferencián szintén külön díjat adunk egy könyvtáros dolgozatra, és néhány évvel ezelőtt alapítottunk egy nívódíjat is, ami tulajdonképpen egy sajtódíj, a mindig megelőző naptári év könyvtári tematikájú, de ez is nagyon szélesen értelmezett könyvtári tematikájú tanulmányai közül választ ki egy tanácsadó testület segítségével egyet, amit aztán díjaz, és az ünnepi kuratórium ülésen november 11-e tájékán, ez ugye Kovács Máté születésnapja, ennek a tanulmánynak a tartalmát is meghallgatjuk egy előadás formájában. Említetted, hogy adjunktusként idézőjelben, bocsánat, ment a szekér, és mentek a képzések szervezésbe, a Kovács Máté alapítvány, aztán egyszer jött 2000, amikor hogyan sikerült a könyvtárintézetbe ide kerülni, és most már itt vagyunk fizikailag is a országos Széchenyi könyvtárban. 2000 májusában az akkori tanszékvezetőm úgy döntött, hogy nem szeretne velem tovább együtt dolgozni, ami talán rendben is volt abból a szempontból, hogy abban az időszakban bizonyos évekre hosszabbították meg az adjunktusi, vagy hát bármiféle egyetemi oktatói megbízást. Az egy nagy törés volt, tehát nem kaptam igazándiból indoklást arra vonatkozóan, hogy ez miért történik, és kaptam egy olyan minősítést, amit munkaügyi bíróságon kellett aztán kiigazítatnom. Kudarc volt, de rengeteget tanultam belőle, mert hogy... állást kellett keresnem, nem volt mese. Az alkalmazásom az augusztus 31-éig tartott, tehát aztán folyamatosság lett ebből igazándiból, de azzal kellett szembesülnöm, hogy én tanítottam a könyvtár tanszéken, ahogy mondani szokták, Uraadó. Ki nem csinálja, az tanítja. Tehát, hogy igazi könyvtári feladatban én mindenhol kezdő lettem volna. Ami nem lett volna semmi probléma, mert nyilván megtanulja az ember, de hogy azt gondoltam, hogy
én inkább valami mást keresnék, és akkor végigjártam a nagy könyvtárakat itt Budapesten, egyetemi könyvtár, Szabó Ervin könyvtár, és eljutottam ide az OSK-ba a Monok István főigazgatóhoz, aki azt mondta, hogy most alakul át a könyvtár, tudományi és módszertani központ, könyvtárintézet lesz belőle, keressen fel az új vezetőjét, aki akkor még a Teleki Alapítványnál volt, ugye Dippolt Péter, beszéljük meg, és hogyha úgy gondolom, és találunk itt közösen feladatot, akkor legyen. És így lett szeptember 1-ével. Könyvtártudomány és módszertani központ és könyvtárintézet átalakítása. Van egyáltalán változás, vagy csak egy névváltozás történt, és tegyük meg kicsit helyre, hogy mi is ez a könyvtárintézet. Ugye itt van az Országos Széchenyi Könyvtáron belül, de mégis felügyel az egész könyvtári rendszer, statisztikákat gyűjt be, képzéseket szervez. Hogyan lehetne jobban ezt helyre tenni, ahogy én mondom? Monok István főigazgatóra hivatkoztam az előbb, ő mondta azt, és azt gondolom, hogy azért a többi főigazgató is így gondolta, így gondolja. Én ez alatt a majdnem 25 év alatt a 7. főigazgató alatt dolgozom, hogy a könyvtári intézet ablak a könyvtári világra, hiszen a Nemzeti Könyvtár, mint könyvtár típus, szinte egyedül, persze ott van Debrecen, de azért mégiscsak egyedül áll a könyvtári világban, mégis szüksége van egy rátekintésre a könyvtári rendszerre, és hogy ezt tudja a könyvtári intézet hozni. Névbeli átalakulás volt, jogutódként jött létre a könyvtárintézet, de egy kicsit mégis átalakultak az osztályai, és ahogy az előbb is mondtam, a könyvtártudományi szakkönyvtárban kezdtem, utána a szervezési és elemző osztályra kerültem, és végül az oktatási osztályra, ahol jelenleg is dolgozom. Mi volt ezek között a különbség? Mindenhol más feladatom volt. Szakkönyvtár ugye még mindig van. Igen. Elemző osztály is van. Elemző osztály is van, és oktatási osztály is van, tehát mindegyik létezik. A könyvtártudományi szakkönyvtárban nagyon-nagyon érdekes feladatot kaptam az akkori vezetőjétől, Rácz Ágnestől. Egy pár évvel a 2000-es évek előtt, talán 94-ben vagy 95-ben a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár profiltisztítás miatt a teljes könyvtártudományi anyagát átadta a Széchenyi Könyvtárnak, és hát ez a Könyvtártudományi és Módszertani Központba került, a Könyvtártudományi Szakkönyvtárba. Ez ilyen 2000-2500 kötet volt, meg még egy csomó bekötött könyvtártudományi folyóirat is. A könyvtár munkatársai, mire én ide kerültem, addigra már átválogatták, nyilván a diplomokat félretették, de jött a feladat, hogy ez bekerüljön igazán az állományba, ehhez tárgyszavazni kell. Tehát én ezt a feladatot kezdtem el befejezni, nem tudtam, mert hogy én csak egy pár hónapig voltam aztán a szakkönyvtárban, de nagyon érdekes dolgokat találtam. Ugye akkor még nem volt érvényben az a könyvtárakra vonatkozó GDPR szabályzat, hogy a könyvekből ki kell venni a kölcsönző cédulákat, amin világosan látszott, hogy mettől meddig és ki használta őket. És hát ezeken a kölcsönző cédulákon azért én nagyon híres könyvtárosok nevével találkoztam. Hanvas Béla, Szabó Ervin, Kőhalmi Béla, Magyar József, tehát érdekes volt ezeket végignézni. Nem is készült esetleg valami publikáció, vagy bármilyen, hogy ezt kihagytuk, ebből... ugye, hogy egy egyetemi szakember állandóan publikál, mert publikálási kényszere is van. Találhatunk, hogy a leíratba tudunk betenni ilyen linket, hogy aki erről akarnak olvasni, majd találnak valamit. Igen, én ebből akkor készítettem egy publikációt. Az a címe, hogy a Habend, szóval a Fata Libelli. Igen, könyvek sorsa. Sorsa, igen. Egy könyvtártudományi gyűjteményben. Igen. Minden könyvnek megvan a saját sorsa. Igen. Meg tudtam vizsgálni például azt, hogy ugye Szabó Ervinnek van egy nagyon híres emlékirata 1910-ből, ezzel hozta létre, ezzel a tanulmánnyal magát a fiók hálózatot, és arra voltam például kíváncsi, Tóth Gyula tanulmányai alapján, hogy akkor ebben az anyagban ott van-e az a szakirodalom, amit ő a felhasznált irodalom jegyzékében jelez, és igen, ott természetesen van. A nagy része ott volt. De ebből született egy publikáció, erre 2002-ben publikációs díjat kaptam, a könyvtári figyelő publikációs díjat. Folyamatosan jönnek a díjak, még a MKR díjat ki is hagytuk, majd az de is rátérünk. Van, igen.
Elemző osztály következő? Igen, mit csinál elemző osztály? Elemző osztály volt a következő, akkor ott volt a statisztika, és különböző elemzéseket, tanulmányokat készített az osztály. Én két nagy feladatot kaptam, az egyiket Rácz Ágnestől vettem át, ő alapozta meg teljes egészében. Ugye az 1997-es évi 140-es törvény és az azt követő egyik minisztériumi rendelet előírta, hogy a könyvtári intézetnek kell vezetnie a nyilvános könyvtárak jegyzékét. Ezt a jegyzéket Ágnes indította el, én vettem át tőle, már elkészült akkor az adatbázisnak is az első változata, itteni kollégáknak, főleg Rohács Ivánnak a segítségével, és tulajdonképpen ezt a folyamatot vittem. Az, hogy egy könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékére kerüljön, az említett jogszabályokban benne voltak a feltételek, ezeknek a feltételeknek úgy tudott megfelelni, hogy beküldte elsősorban a minisztériumba, de aztán az átkerült ide az intézetbe, az alapítókiratát és más egyéb nyilatkozatait. Ezt a minisztérium megvizsgálta, és abban az esetben, hogyha úgy döntött, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek, akkor felkerülhetett a jegyzékre. Magát a jegyzéket is mi vezettük ebben az adatbázisban is, és minden egyes módosítás, változtatás alkalmával a közlönyben is megjelentettük. Elég sok, vagy kicsit másabb volt ez a feladat, mert könyvtárosokkal kellett kapcsolatban lenni. Ez a része mennyire tetszett neked, a könyvek, leíró képzések, ott emberek vannak, itt azért nagy intézményekkel kellett kapcsolatot tartani. Ez azt a feladatomat vitte tovább, azt gondolom, amit az ELTE-n az órarendszervezéssel, az oktatókkal való kapcsolattartással csináltam. Tehát itt sem csak a papírokkal találkoztam, ez rengeteg közvetlen egyeztetést jelentett a könyvtárakkal, a könyvtárak vezetőivel, tehát így akkor igazándiból kollégákkal, emberekkel is. Nagyon jó kapcsolatunk volt a minisztériummal, ott az osztályon, a Skaliszki Judit vezette osztályon meg volt a felelőse ennek, Kopcsai Ágnes, akivel együtt dolgoztunk ezeknek a jegyzékeknek az elkészítésén, kiadásán, tehát ezt a szervező munkát tudtam továbbvinni. Még egy érdekes feladatom volt, azt is éveken keresztül csináltam, többször ismételve, abban az időszakban minden könyvtárosnak lehetősége volt úgynevezett múzeumi belépő átvételére. Ez egy szoros sorszámozású dokumentum volt, tehát a kiosztása megint nagyon komoly szervezést igényelt, akkoriban a statisztikák szerint 10-10,5 ezer könyvtáros dolgozott az országban, tehát ez megint egy fantasztikus kapcsolattartási lehetőség volt. Ők beküldték a létszámot, én raktam össze a belépőket, volt, aki személyesen jött érte, volt, akinek postán kellett eljutatni, tehát megint egy olyan feladat, ami azt jelentette, hogy tudom azt, hogy melyik könyvtárban ki foglalkozik ezzel, ki a vezető, mikor kell hozzájuk eljuttatni. Szerettem csinálni ezt is. Harmadik lépcsőfok, nem tudom, lehet egyetlen lépcsőfokokat említeni, a képzések, a könyvtári intézet képzései. Váltothatni ezt a elemző részét, vagy új kihívás, ami ugye összefüggött az egyetemi kompetenciákat, amit ott megszereztél mindent, akkor kicsit így helyre kerültél, úgymond. Így van. Ugye én 2000 szeptemberében kezdtem a szakkönyvtárban, majd februárban kerültem át a szervezési és elemző osztályra, akkor került ide Fehér Miklós és Bartos Éva, mindketten a Szabó Ervin könyvtárból jöttek. És amikor ők körbejártak mindenhol bemutatkozni, akkor Bartos Éva azt mondta nekem, hogy megszerezlek még. és így is történt, aztán nem sokkal később felajánlotta azt a lehetőséget, hogy az oktatási osztályon tanfolyam szervezéssel foglalkozhassam, és nem kellett sokat gondolkodnom. Tényleg ahhoz az eredeti dologhoz vitt vissza, amit én az ELTE-n is csináltam. Tanítok is változatlanul, tehát ez is visszakerült az életembe. Ez a könyvtári képzési rendszer, az hogy néz ki? Van ugye ez a iskolarendszeri, nem iskolarendszeri, ez a tanfolyamrendszer, ez hogyan helyezkedik ez a könyvtári intézetes képzések ebbe az egész képzési rendszerben? Felnőtt képzésnek hívjuk alapjáraton mindazt, ami a könyvtári intézetben zajlik. Ez a régi kifejezésekkel élve, ahogy te is említed, ez az iskolarendszeren kívüli oktatást jelenti, és nyilván emellett van a könyvtáros felső oktatás. Amit mi csinálunk, az két nagy egységből épül fel, jelen pillanatban
Az egyiket úgy hívják, hogy szakmai képzések. Régen ezek voltak az OKS képzések, hogyha esetleg valakinek így ismerős. De egy ilyen rossz betűszó, de igen, valami? Országos képzési jegyzéket igen. jelent. Tehát az ezen a jegyzéken szereplő szakmákhoz lehetett képzéseket kapcsolni különböző engedélyezések után. Ilyen a mi esetünkben a segédkönyvtáros képzés meglehetősen régen, illetve annak az előzménye, amit könyvtári vagy könyvtáros asszisztens képzésnek hívtak. Néhány éve sikerült engedélyeztetnünk a könyv- és papírrestaurátor képzést. És tavaly előtt indult, ugye? Ez igen, így van, sikeres. Az egy 3 éves képzés, míg a segédkönyvtáros az egy tanéves képzést jelent, és engedélyeztetés alatt van, csak nagyon lassú sajnos ez a hivatali folyamat, a könyvkereskedő képzés. Tehát ez lenne a harmadik szakmai képzés, amit a Széchenyi Könyvtár és ezen belül nyilván szervezést illetően a könyvtári intézet folytatni tudna. Kettőt tud is, a harmadikra még várunk. Ez az egyik nagy csoport, a másik pedig a továbbképzéseknek a rendszere, ami mindazoknak a könyvtárosoknak szól, akik valamilyen alapképzést már megszereztek, de ezt az alapvégzettséget szeretnék erősíteni, mondjuk a beosztásuk szerinti, a munkakörük szerinti feladatok mentén. Ilyenekből mindig is nagyon sok volt kezdetektől fogva az intézetben, most jelenleg ilyen 18-20 körülbelül, ezek 30, 45, 60, 90 vagy 120 órás képzések. Ugye változott maga a könyvtári szakma is, tehát erre is reagálnak ezek a képzések. Egyébként én felnőtt képzési menedzser is vagyok a Kossuthon, hogy a népművelő szakból ilyen hülye nevű szakot hoztak létre, de itt dolgoztam is egy időben. Én arra emlékszem, hogy ez állandó papírmunka, és aztól kaptam idegbajt különböző helyekről, hogy hozták be a jelenlétíveket, amik hiányosak voltak, mindent meg kell csinálni, és közben ugye volt egy alap feladat, hogy képzést kaptak az emberek, de ez a papírmunka, ez a háttérmunka, ez elképesztő, ez hogyan viszonyulsz, precíz vagy, és akkor ezeket nagyon számon követed, hogy állsz ehhez a folyamathoz? Igen, én azt gondolom, hogy a kompetenciáim között a precízség az valahol nagyon elő van. Nem könnyű, mindahhoz, amit te most mondtál, még egy dolgot teszek hozzá, hogy a felnőtt képzési jogszabályok állandóan változnak. Ráadásul egy ilyen állandóan változó rendszerhez kell igazodni. Igen, jelenlétívek, minőségbiztosítási kérdőívek, haladási naplók, képzési programok, programkövetelmények, ezeket mind-mind... És van egy ilyen to-do listád, van egy ilyen Excel, vagy bármi, de megvan, hogy minek kell megfelelni? Sillabusznak hívjuk, van egy ilyenünk, igen, amiben nagyon részletesen vezetjük azt, hogy milyen dokumentumokat kell előállítanunk, azokat mikor kell, tehát nem mindegy, hogy a jelenlétívet mikor, a haladási naplót mikor töltetjük, hogy milyen képzési programhoz igazodunk, így van. Akkor programokat kell akkreditáltatni, ugye van az a jogszabályi környezet is, ami meghatároz, meg ott meg kell felelni bizonyos dolgoknak, el kell, nem tudom, rossz szóval hitetni, hogy erre szükség van, tehát melyik a része a legjobb, és melyik a legrosszabb, bár kettőt nem érdemes kérdezni, de... Igen, tehát van egy jogszabályi környezete annak is, hogy akár ezeket a szakmai képzéseket, akár a továbbképzéseket hogyan kell engedélyeztetni. Ketté válik a kettő, tehát a szakmai képzéseknek országos rendelete van, a továbbképzéseknek pedig kulturális területi jogszabályai léteznek. Hát engedélykérelmeket kell beadni igazándiból. Ezeknek az összeállítását mi már azokkal az oktatókkal végezzük, akikkel majd szeretnénk a képzés megvalósítása során is együtt dolgozni. A szakmai képzések esetén a Pest megyei kormányhivatalhoz kell ezeket a kérelmeket benyújtani, a továbbképzések esetén pedig a minisztérium által kinevezett könyvtári akkreditációs szakbizottsághoz. Ez egy hatósági eljárás, aminek megvan a határideje, tehát mondjuk 30-60 nap alatt általában választ kap erre az ember. Általában mondom, mert hogy a könyvkereskedő képzésnek az engedélyre másfél éve várunk, de ezt nyilván a hatóságok tudják, hogy nagyon szeretnénk, igen, és reménykedünk is benne. Hogy mi a legjobb és mi a legrosszabb, az a tudás átadás, amit mi megtehetünk, és amiért mindazok, akik részt vesznek a képzéseken, nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni. Ez a nagyon jó. Nagyon jó az, hogy rengeteg szakmai tapasztalatot szerzünk mi, akik szervezünk is, meg a tanfolyamok résztvevői egymás között is. Erre csak egy példát mondok, ugye itt volt a COVID, amikor nekünk is át kellett térnünk az online tanfolyam szervezésre és az online tanfolyamok megtartására,
és ezt az egyet mindig hiányolták a csoportok, mert nyilván nagyon jó, hogy az, igen, hogy az órákon mennyi mindent el lehet sajátítani, de legalább ugyanennyit ér az, hogy az óraközi szünetekben, vagy az ebédidőben beszélgetnek egymással a kollégák. Úgyhogy mi igazándiból nem az online, hanem az úgynevezett blended képzésnek vagyunk a híve, tehát a képzés egy része menjen jelenléti formában, találkozzunk a résztvevőkkel, találkozzanak az oktatóink közvetlenül a résztvevőkkel, és vannak olyan elméleti részek, amit persze meg lehet csinálni a kortárs oktatásban. Covid volt olyan tapasztalatod, hogy optimistában vagy egyszerűbben vágtuk bele online részébe a képzésben? Nagyon sokat kellett tanulnunk nekünk magunknak is, ráadásul ugye mindannyiunknak otthonról, hiszen mi is távmunkában voltunk, tehát a technika az nem mondom, hogy nehézséget okozott, de sok időbe telt, míg sikerült elsajátítani. Azt gondolom, hogy előnye is, meg hátránya is van. Tehát én értem, amikor a résztvevők azt mondják, hogy nem kéne utazni, nem kéne szállást fizetni, vagy szállást egyáltalán szervezni és rendezni. Ugyanakkor azt láttuk ezeken az online képzéseken, hogy másfajta figyelemmel vesznek részt a tanfolyamosok. Tehát könnyebben hagyja ott a kamerát, könnyebben csinál közben valami más dolgot, akár otthon van, akár a munkahelyéről végzi. Igen, tehát azért láttunk ilyeneket, hogy közben megfésült a kislányát, meg ehhez hasonlókat. Azt gondolom, hogy akkor nem lehet úgy odafigyelni, meg nem az a fajta elsajátítás megy, mint hogyha idejönnek, és valóban jelen vannak ezeken a képzéseken. Előny és hátrány is van, ezt tudom mondani. A rossz dolgokról már beszéltünk, nem? Csak a jóról. Rossz dolgok? Ez az adminisztráció, amit te is említettél, mert ugye ezt ráadásul nagyon szigorúan ellenőrzik, és kemény pénzbüntetést kap a cég vagy az intézmény abban az esetben, hogyha valamit a hatósági ellenőrök nem találnak rendben. Ez 2-3 évenként történik meg ez az ellenőrzés, és akkor folyóképzéseket és befejezett képzéseket egyaránt ellenőriznek, tehát nincs menekvés. A résztvevők szempontjából pedig a tanfolyamok ára az, ami nagyon rossz. Tehát manapság könyvtárosi fizetésből biztosan nem, bár nagyon nyomott árakon dolgozunk. Tehát azt gondolom, hogy egy 30 órás képzésért 30 ezer forintot kérni az nem egy horribilis összeg. Látjuk a profitorientált cégek árait, és így meg különösen mondhatom azt, hogy azért mi... Volt időszak, amikor források is voltak erre. És akkor források tulajdonképpen mindig vannak, csak nem mindegy, hogy mire lehet őket felhasználni. Tehát igazán jó korszak és időszak akkor van, hogyha ezt a forrást úgy is fel lehet használni, hogy a résztvevő ingyen jöhessen, és esetleg csak a szállást, meg az utazást kelljen neki fizetnie. Most nem ilyen időszakokat élünk, vagy csak kevés kivétel van azok közt a tanfolyamok között, amik pénzesek, és amiket esetleg megvalósíthatunk ingyenesen. Tehát ez a résztvevők szempontjából mindenképpen rossz. Oktatókról nem beszéltünk. Milyen az oktatói tábor, akik vállalnak oktatást, akik ideutaznak, elutaznak. Nagyon sok OSK-s kollégával tudunk dolgozni, ez főleg a segédkönyvtáros képzése, és nyilvánvalóan a könyv- és papírrestaurátor képzése érvényes, hiszen itt van a remekül működő restaurátor műhelyünk. De egyébként a válogatás szempontja az, hogy igyekezzünk mindig a téma a legfelkészültebb és legismertebb oktatóját megszerezni. Ez tehát azt jelenti, hogy nagyon sok vidéki oktatónk is van. Vármegyei hatókörű, városi könyvtár, most ugye már így hívjuk őket, a megyei könyvtárakból, a városi könyvtárakból, szakkönyvtárakból, felsőoktatási könyvtárakból egyaránt. Tehát ezek a képzési osztályt vezeted, igazgatóhelyettesre is vagy a könyvtárintézetnek, megtapasztaltad, hogy az elején beszéltünk erről a 16-os időszakról, nem gondolod esetleg még át, hogy mégis szeretné pozíciókat lépni? Nem, én az oktatási osztály élén érzem magamat a helyemen, igazándiból. Azt gondolom, hogy az igazgatóhelyettesi pozíció jelen pillanatban arról szól, hogy kívülről más intézményből érkezett igazgatónkat segítsem azzal a tapasztalattal, amit én ezzel a egy év hiány negyed évszázaddal összegyűjtöttem itt az intézményben. Akkor itt helyeden van, mondhatjuk. Én azt gondolom, hogy igen, és remélem, hogy csinálhatom ezt továbbra is. A hallgatók is ezt mondják, az oktatók. Nagyon jó kollégáim vannak, közvetlen kollégákkal, nagyon kicsi az osztályunk, de nagyon jól tudunk együtt dolgozni, ezért mindenképpen köszönettel tartozom nekik.
mindegyik igazgatóval, akiket az előbb felsoroltam, nagyon-nagyon jól tudtunk együttműködni. Nekik is nagyon hálás vagyok még. Az a szerencse is megadatott nekem, hogy mikor ők már elmentek, akkor Bartos Évának a bibliotékária emerita, Fejér Miklósnak pedig a Széchenyi Ferenc emlékérem átadásakor a laudációját én készíthettem és mondhattam át. Tehát azt gondolom, hogy akár a mostani közvetlen kollégák, akár az egykori korábbi kollégáimmal nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt együtt dolgozni, és szeretünk is együtt dolgozni. Kihagytuk még a Kovács Máté Alapítványon, mindenen kívül a Könyvtárosok Egyesülete részvételedet, ott az is egy ilyen szerelem része, vagy az összefügg inkább a munkával, lehet belőle valamit tanulni? Ez érdekesen alakult, mert amikor 95-ben én beléptem az Egyesületbe, akkor még az egyetemen dolgoztam, tehát akkor nem voltak ennyire közvetlen szakmai kapcsolataim, talán pont ezt kerestem benne, rögtön a társadalomtudományi szekciónak lettem a tagja. Igazándiból ez tényleg akkor erősödött meg, amikor már a könyvtár intézetes korszak következett. Az intézetnek nagyon komoly együttműködései voltak a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, tehát ez is erősítette ezt a kapcsolatot. Sok olyan programban vehettem részt, amit ez a két cég, tehát az intézet és az egyesület együtt valósított meg, ebben a roadshow-tól elkezdve a tanfolyamok tartásán keresztül képzési anyagok készítéséig nagyon sok minden benne volt. Ugye az intézetnek volt egy most már befejeződött kettő tankönyv sorozata, ezekben mind-mind jó volt ezeket a szakmai kapcsolatokat is mozgatni és működtetni. És aztán a társadalomtudományi szekcióban most már az utóbbi jó néhány évben pozícióm is volt, tehát a vezetőségnek vagyok a tagja, illetve a Nagy Egyesületben igen hosszú időn keresztül, két cikluson keresztül az ellenőrző bizottságnak is tagja voltam. És itt is kapták kitüntetést. A Szinyei József díjról se feledkezzünk, az 2010-ben volt, 24-ben pedig ez a Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés. Ilyenkor ez hogy működik egy ilyen kitüntetés? Egyszer csak jön egy telefon, hogy Ágnes, kapnál egy ilyet, elvállalod-e, vagy elfogadod-e? Igen, mind a három esetében így történt, tehát azért ezt előzetesen tudja az ember. Az Érdemkereszt esetében most ilyenkor már ugye talán jogszabály is írja elő, hogy hivatalosan nyilatkozatot kell tenni arról, hogy amennyiben megkapom, tehát akkor még nem a döntésről értesítik az embert, amennyiben megkapom, ja, akkor elfogadom-e. Szól, amikor már felterjesztés igen, van? Igen, igen. És akkor már nincs ez a kör, mert akkor világos, hogy... A másik kettő esetében, ugye a Könyvtáros Egyesület emlékérme esetében, ott az indoklás, a laudáció úgy szólt, hogy az etikai kódex, a könyvtáros etikai kódex összeállításában végzett munkámért. A Szinyei díj pedig az már nagyon szorosan a képzéssel kapcsolódik össze. Abban az időszakban sikerült elérnünk azt, hogy a könyvtáros asszisztens képzés egy következő képzési fokozatba léphessen azzal, hogy segédkönyvtáros képzés lett belőle, és azt különböző pályázatok útján azt a mi osztályunk csinálta végig. Úgy olvastam, hogy 10 évenként adnak, tehát 10 évnek kell szünetnek lenni, hogy kapjon egy újabb állami díjat egy szakmai munkatárs, ha lehet így mondani, tehát 2034-re át előre az időszak, akár a Nagy Péter cár kutatásának a kibővítése, vagy a Kovács Máté Alapítvány olyan szintre vívése, látsz-e valamilyen jövőképet, hogy mennyit kell grundolni egy újabb kitüntetésért? Nem gondolkodtam én még ezen. 34-ben én már jócskán nyugdíjas leszek, tehát... Hát dolgozni lehet akkor is. Persze, majd ahogy az élet hozza. Igazándiból a kutatások tematikája az nagyon átalakult, mióta itt vagyok az intézetben, tehát azóta én a képzésekkel kapcsolatban publikálok, és kevésbé történeti dolgokat, miközben az egyetemen, ez talán még nem hangzott el, az egyetemen is, és itt az intézetben is történeti témákat tanítok. Tehát könyvtörténet, könyvtártörténet, az egyetemen ehhez még nyomdászattörténet, sajtótörténet jött hozzá, itt már a segédkönyvtáros képzésen szűkebben csak a könyvtártörténet, magyar és európai, illetve az etikai kódexről, a könyvtári intézet tevékenységéről,
tartok még órákat. Igazándiból ezt csinálnám, amíg még lehet. Most a publikációim sokkal ritkábbak valóban, mint az egyetemi évek alatt, de hát ez az elfoglaltságoknak is köszönhető. Azért egy tanfolyam szervezési feladatsor, munka, az kevesebb lehetőséget ad arra az embernek, hogy itt az OSK-ban mondjuk a 7. emeleten leüljön, és vagy bármelyik tárunknak az olvasótermében leüljön, és egy kicsit a kutatásaival foglalkozzon. Most arról írok, amit csinálok igazándiból. Vagy akár még az orosz nyelv is egy előkerülhet, nem? Az orosz nyelv... Tudsz, az... mi oroszul? Valamennyit, igen, mert megszólalni nem biztos, hogy szeretnék, de... Ez azért volt folyamatos, mert a könyvtári figyelőnek, amíg létezett a referáló rovata, addig orosz nyelvű tanulmányokból én csináltam referátumokat. Tehát ez megmaradt. Olvasni és fordítani egyébként is jobban szerettem, mint beszélni az orosz nyelvet. Úgyhogy ez volt egy folyamat, ez most egy kis időre leállt, de szerintem ez bármikor felmarkolható még a későbbiekben. Még zárjuk le a végét a Nagy Péter cára, hogy ez egy ilyen tivornyázó, nyugatias csávó volt, aki kiment Amsterdamba, akkor elkezdett hajókat építeni, önkéntes fogász volt, szedte ki mindenkinek a fogát. Igen. Különböző sztorikat mondtak, hogy a könyvekhez fűződő viszonylag is erről doktorálta, erről írta a szakdolgozatot. Hogyan jött neki a könyv, hogy olyankor ennyire átlátta, hogy szükség van a tudásra, a művetségre, ennek az eszközre, ami tovább viszi ezt az egészet. Akkor alakultak a nyomdák Oroszországban. Így van. Igen, az az egyik kép, ami ér róla, tehát ez a szakállevágó és tivornyázó, ahogy te is mondtad. De a másik kép meg az, hogy amikor ő Hollandiába és Angliába egyébként hajóácsként, tehát teljesen váruhában végigjárta ezt a két országot, akkor azért megtapasztalta azt is, hogy ott már könyvtárak, múzeumok, folyóiratkiadás, hírlapkiadás, könyvkiadás. De ment másnaposan egy könyvtárban? Hát, hogy másnaposan, azt nem tudom, de hogy látogatta ezeket az intézményeket, tehát vannak erről, maradtak fenn ezekről feljegyzések. Nekem kicsit hasonlít ahhoz, amit a mi főuraink is csináltak aztán előtte, utána, tehát most nyilván az idők azok mások, a századok mások, de hogy próbálni nyugati példát valahogy aztán hazavinni, és ezt adaptálni. Az ő könyvkiadásuk is ugyanúgy indult, mint a magyar könyvkiadás, magyar nyelvű könyvkiadás. Az orosz nyelvű könyvkiadás is Hollandiában kezdődött, tehát hogy egy külföldi nyomda vállalta el azt a feladatot, hogy a nemzet nyelvén, orosz nyelven nyomtasson. És aztán ezeket a nyomdászokat el lehetett hívni Oroszországba. Ehhez az kellett persze, hogy az ABC-t is végre egy kicsit egyszerűsítsék a 40 nem tudom hány betűkből és jelükből egy sokkal egyszerűbbet csinálnak. Ez is Nagy Péternek köszönhető. Ő nem a magánkönyvteret alapította meg először, hanem az akadémiának, mint oktatási intézménynek csinált könyvtárat. A könyvkiadásban persze nyilván a hajóépítés és a kereskedelem is hasonlók voltak az elsődlegesek, de ugyanakkor emellett adta ki ABC-s könyveket, meg nyelvtankönyveket is az ő rövid időszakában. Tehát van egy ilyen oldala is, mindaz, amiben a kultúrát támogatta, az ezekből a szempontokból nagyon, nagyon jól látszik. Igen, Széchenyitől 100 éve korábban vagyunk. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm Angonyi Ágnesnek a beszélgetést. Még egyszer gratulálok, mert az elején elfelejtettem, de gratulálok a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagodat kitüntetés. Mi lehet ezt egyáltalán, meg lehet jegyezni ezt egyáltalán? Azt gondolom, hogy azért egy idő után ez rögzül. Igen. Nagyon köszönöm. Lehet. És Solymos Ákos segített a munkánkat. Én Tóth Péter voltam, a Nemzeti Könyvtár webes tartalompakolója. Köszönöm szépen.